Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Valamikor májusban volt először abban a témában vendégem az LMP-s Szél Bernadett képviselőnő, amikor is arról volt szó, és arról beszélgettünk, hogy ő elment és forgatott is puszta otlakán a közmunkásokkal. A közmunkások panaszkodtak, hogy milyen körülmények között dolgoznak, illetve többen állították, hogy a helyi polgármester földjét kell megművelniük, ott dolgoznak. Simonka Györgyét, Simonka György polgármester a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, köszöntöm az nézőket. Ön akkor erre reagált, aztán újabb adatokat kért az LMP-s képviselőnő, aztán erre megint küldött adatokat, de azt mondja az LMP-s Szél Bernadett, hogy igazából küld is adatokat, meg nem is. És akkor most zárjuk ezt az egész vitát rövidre. Az ön földjén vagy földjein dolgoznak a közmunkások? Először is engedje meg szerkesztő azt, hogy megköszönjem, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy az ATV-ben is elmondhassam a valóságot. Ha már az LMP-s politikusok nem tiszteltek meg jelenlétükkel azon a sajtótájékoztatón, ahol a helyszínen kiderülhetett volna az igazság, hogy kinek a földjén is járunk, és hogy milyen körülmények között vagyunk. A kérdésére válaszolva egyértelmű a válaszom, semmilyen szinten, semmiféle haszna sem nekem, sem a családomnak nem származik a Start munkaprogramból, ha csak nem az a haszon, hogy elmondhatom magamról, hogy puszta otlakán mindenkinek van munkája, aki szeretne dolgozni, és ezt nagyon jól tudják az LMP-s politikusok is. Az, hogy mindenkinek van munkája, aki szeretne dolgozni, ez nekem is jól hangzik. De, akkor még egyszer, az ön földjén dolgoznak közmunkások, vagy dolgoztak közmunkások? Az én földemen nem dolgoznak közmunkások, és Start munkások sem dolgoznak. Egyébként ahhoz nagy tudásra nincsen szükség, hogy bárki felmenjen a puszta otlakai önkormányzat honlapjára, és megállapítsa a testületi határatokból, hogy van egy olyan szerződés, amin belül Simonkáné az én feleségem bérbe ad egy területet az önkormányzatnak. Egyébként ahhoz se kell túl nagy tudás, hogy két sorral lejjebb elolvassák, hogy ezt ingyenesen, 0 forintért adja bérbe. Ehhez képest mégis megkérdezte az LMP-s képviselő asszony tőlünk, hogy akkor van ebből nekünk bármi nemű hasznunk? Válaszoltunk, hogy nincs. Talán megkérdezte, hogy jó, de közvetett módon a családnak, vagy valami uniós támogatás szinten van-e valamilyen hasznunk ebből? Akkor erre is válaszoltunk, hogy nincs, természetesen nincs. Tehát mondta, hogy jó, de ő ezt most nem hiszi el, ő azt szeretné, hogyha a banki bizonyatokat bemutatnánk neki. Na most itt meg kell állni egy pillanatra, azt azért tudni kell, hogy a 2011 évi 112-es törvény 29-es szakasza pontosan szabályozza, hogy egy önkormányzat milyen dokumentumot milyen módon adhat ki. Abban az esetben, ha személyes adatot tartalmaz, akkor nem. Nem is értem, egyébként el se hiszem. Tehát annyi badarságot beszéltek már, hogy véleményem szerint nem is tettek semmiféle feljelentést. Takarja ki a személyes adatokat. Csak arra kíváncsi Szél Bernadett, hogy van-e olyan, hogy utaló önkormányzat, Start munkaprogram, uniós támogatás, mit tudom én, és kedvezményezett Simonka György vagy Simonkáné. Hivatalosan megírta levelemet aláírva, eljutottam őhozzá is, és mindenki számára, aki ezt megkérte, a belügyminisztérium ellenőrei számára is, hogy nincs egyetlen egy forintot semmilyen sem a családom, soha a puszta otlakai önkormányzattól, semmilyen szinten, sem közvetlen, mert játszanak itt a szavakkal, közvetett, sem közvetlen módon. Ebből a Start programból sem? A Start munkaprogramból sem. Mármint, hogy a családja nem kapott ebből. Nem kaptunk egy félért sem. Tehát akkor az a földterület, ahol itt egyáltalán a vita lehetett, mert a közmunkások azt mondták, hogy igen, ez a polgármester földje, akkor ez a felesége nevén van, és a felesége ingyen bérmentve a közmunka program céljára odaadta az önkormányzatnak. Én nem láttam ezt, hogy a közmunkások ezt mondták volna. Egyébként Start munkásokról beszélünk, homlok egyenest más. A kettő összehasonlítatlan. A közmunkaprogramban soha senkit még nem kértek számon azért, hogy teremtette értéket, milyen mennyiségű munkát tett le aznap az asztalra, a Start munka pedig egy értékteremtő munka. De én még nem hallottam ezt, én csak az LMP-s politikus asszonytól hallottam ezt. Akkor Start programos, hogy mondjuk ez, Start munkaprogram. Így van. Munkásokról beszélünk. Így van. Jó. Tehát a Start program munkások az ön felesége által tulajdonolt földön dolgoznak? Nem. Ha eljöttek volna a sajtótájékoztatóra, és eljött volna az LMP-s képviselő asszony is, akkor kiderült volna. Nem, van egy terület, igen? Amit egyébként az én feleségem, ami egyébként az én feleségem birtokában ezt van, kérdeztem. És odaadja, de ez nem föld, ez nem szántóföld. A szántóföld, amiről ő beszél, az egyébként teljesen más gazda emberektől van, akik egyébként hivatalosan vállalva az arcukat, semmiféle titok nincs mögött, adták bérbe az önkormányzatnak, ráadásul úgy, hogy még sajnálatos módon az idejében még meg se kapták a bérleti díjukat. Bízunk abban, hogy lesz bevételünk, már pedig ez biztos, hogy lesz bevételünk, és ki fogjuk tudni fizetni őket ősszel. Tehát az ön felesége tulajdonában lévő földet
az ön felesége ingyen bérmentve biztosította, odaadta az önkormányzatnak, hogy a start... Évek óta ráadásul. Hogy miért? Évek óta van start munkaprogram? Nem, hát a start munkaprogram az most lett pár hónappal ezelőtt, de pusztorlak, amit az imént említettem, 2007 óta mindenkinek van munkája. Mi 2006 óta azon dolgozunk az önkormányzattal, hogy mindenki kapjon munkát. És sajnos csak az önkormányzat tudott munkahelyeket biztosítani, csökkent munkaképességűeknek, hátrányos helyzetűeknek, ezért növényházakat építettünk, növényházakat béreltünk, állattartó inkubátor telepet építettünk, hogy a vállalkozók oda jöjjenek, hogy biztosítsanak az embereknek munkahelyet. 2007 óta működik. Először a pusztorlak a fejlődésért közhasznú alapítvány működte, de 2009 óta pedig az úgynevezett OKC, Ortlakai Közösségi Célú Kft. Neveltett virágokat. Nagyon büszkék vagyunk rá, Ortlakai Virágok honlapon meg lehet nézni, gyönyörű szép virágokat termelnek a csökkent munkaképességű emberek, és ezeket a területeket első körben nem tudta kifizetni az önkormányzat, nem tudta megvásárolni, ezért az alapítvány, a Kft. Bérel területeket, és mindezt úgy bérli, hogy azok a vállalkozók, azok az ottlakai emberek teljes mértékben ingyen adták oda, csak hogy legyen az embereknek munkájuk. Köztük az ön felesége. Így van. Tehát ingyen adta ennek a Kft.-nek. Így van. És ezen a Kft., nem tudom, a Kft. Szervezi, vagy irányítja a munkát, vagy ő ilyen közvetítő ebben a programban? Az Ortlakai Közösségi Célú Kft., az pusztorlakai tulajdonú, 100%-os pusztorlakai tulajdonú Kft. Csak ezt azért nem értem egyébként, hogy miért kell ezen rágódnunk, mert hogy ez nyilvánvaló. Tehát fent van a honlapon, mindenki látja, nem is értem, miért kell még egyszer megkérdezni. A honlapon hol van? Mert annyi mindent kerestem a honlapon. Szerződések. Például ön azt mondta, hogy a start programmal kapcsolatban mindent fel fognak tenni. Én nem találtam. Önkormányzati... Simogáni Gábor Marianna, keressen rá. Nem a feleségét, hanem egyáltalán a önkormányzati információk, közérdekű adatok között nincs. Képviselő Humán Szolgáltató Központ településünkről pályázatok. Ott? Minden megvan. De így valószínűleg ott lesz, igen. Dél-Békési Kulturális Fesztivál, Kóros, Kossuth utcai pályázat, helyi adók, kifüggesztés. Biztos hol van a start? Biztos vagyok benne, hogy fel van a honlapon. Hát én megmutatnám a nézőknek, csak hol? Hol szerintem találok? Keresik, nem tudom pontosan, én most ezt így nem tudnám megmondani. Élből önnek, de fent van, ez 100%. Ez egy közérdekű adat, tehát ez kötelező feltenni. Ez nem kérdés vagy lehetőség, fel kell tenni, és fent is van. És egyébként Szél Bernadett meg is találta ezt, ezek alapján teszi fel a kérdéseit. Újra és újra és újra. Közérdekű adatok. Önkormányzati közmeghallgatás, román kisebbségi önkormányzat közmeghallgatást tart. Ez a közérdekű adat.